Kegyelem nekünk és békesség. Szeretettel köszöntök mindenkit az ökumenikus kulturális estek soron következőnek, hogyha jól tudom, akkor most a záró, igen, ebben az idénben a záró alkalmán. És nagy szeretettel köszöntöm a mi körünkben Köntös László főjegyző urat, aki a Dunántúli Református Egyházközület főjegyzője, és mellette pedig a Dunántúli Református Gyűjteménynek az igazgatója is. A gyülekezetünk hívta meg, hogy tartsa meg ezt az előadást. Egy kis magyarázatra szorul a címnek, hogy miért pont ez. És be kell vallom, ez az én döntésem volt valamelyest. Mi beszélgettük róla, hogy itt a gyülekezetből többen is hallottak előadásokat, többnek is részesei voltak a különböző fórumokon, én jó magam is, és hát gondolkodtunk azt, hogy miért ez legyen, amit egyébként itt a meghívóba úgy szerepelt, hogy meghökkentő kegyelem. Na most, mert a cím, amit a főjegyző úr adott, ez úgy szól, hogy sola gratia, ez egy latin szó, ami azt jelenti, hogy egyedül a kegyelem, egyedül kegyelemből. Én mégis azért ezt a címet adtam, nem ilyen bulváros stílusba akartam én lemenni, hanem igazából ez egy idézet, egy könyvnek a címe, amit én még teológus koromban olvastam, és számomra azért bírt nagy jelentőséggel ez a könyv, mert ugye ezt a kifejezést, hogy kegyelem, nagyon sokszor halljuk itt a köszöntésekben, az ige hirdetésekben. Mégis azt gondolom, hogy a korunkból, korunk kultúrájából ez nagyon kiveszett, nagyon idegen szó, és amikor én olvastam ezt a könyvet, ennek a történeteit, számomra nagyon közel jött ez a szó, és ennek a tartalma, ennek a nagyon mély és jelentős bibliai fogalomnak. És Köntös László főjegyző urat ismerve én hetenként szellemi közösségben vagyok vele, ugyanis ő az interneten egy blogot ír, már is milyen korszerű, kortárs dolog, bejegyzéseket. Arra gondoltam, hogy ezt a fogalmat is ismerve őt, hogy nagyon közel tudja majd hozzánk hozni a mai módon, és ez a figyelmünkre számot tarthat, hogy egy kicsit mi is közelebb kerülünk, hogy mi is ez a kegyelem, és mit jelent az, hogy ez is milyen meghökkentő dolog ebben a korban, amikor ugye tagadjuk a fogalmaknak, az értékeknek a kizárólagosságát, azt mondjuk, hogy egyedül nincs más, csak a kegyelem, úgyhogy szeretettel fogadjuk és hallgassuk a főjegyző úrnak az előadását. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Ez valóban mi történt, hogy Balatonfüreden a Dunántúli Református Gondolkodó Konferenciáján, ez egy szokásos, éves, rendes konferencia, három napig vannak ott a Dunántúli Református Gondolkodók. Szóval ennek a konferenciának a fő témája az volt, hogy a reformáció alapigazságai, vagy alaptanításai, és ezek között volt az egyik téma, ez a bizonyos sola gratia, illetve hát a solus elvek, hogy miért tanítja azt a reformáció, vagy miért tanította ezt a reformáció, hogy sola scriptura, egyedül a szentírás, sola fide, egyedül hitáltal, sola gratia, egyedül kegyelemből, solus Christus, egyedül Jézus Krisztus, és én még ide vettem egy ötödiket, amit mindenki ismer, soli deo gloria, egyedül ugye Isten ilyen dicsőség. Szóval felosztottuk ezeket a témákat, sok előadó volt, és az én témám ugye ez volt, hogy sola gratia, egyedül kegyelemből, vagy egyedül kegyelem által, és abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy ott voltak a folyondi testvérek, és akkor megkérdezték tőlem, hogy nem vállalnék esetleg itt egy előadást. Ami persze örömmel vállaltam, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én nem fogok egy klasszikus előadást tartani, mert hát most kegyelemről beszélni, hát most az, hogy mondjam, az lehet éppen unalmas is, ahogy a nagy tiszteletű úr is utalt rá, ugye,
Egyszerűen ezek a fogalmak ma már nem sokat bírnak jelenteni a mai ember számára. Nem egy hittanórát akarok tartani, vagy a teológián egy előadást, hanem megpróbálom inkább azt elmondani, hogy szerintem mai módon kifejezve, vagy testiesen szóval mi ebben a poén? Mitől érdekes ez, hogy szól a grácia? A többire is érdemes lenne kitérni, solus Christus, erre is érdemes lenne kitérni, meg szól a scriptura, de azért maradjunk ennél, jó? Hogy szól a grácia, hogy egyedül kegyelem által. Na most, mit tud inni egyedül kegyelem által? Mi? Miben? Hát az üdvösség. Az üdvösség, hát világos. Tehát magyarán az alapkérdés az, hogy hogyan juthatok Isten közelébe, hogyan juthatok Istennel közösségbe, és ugye a reformációnak erre az volt a válasza, hogy szól a grácia egyedül kegyelemből. Na most, de figyeljük meg hát magát a kérdést. Hogyan nyerhetek üdvösséget? Hát miféle kérdés ez? Hát igen, de tegyük át ezt egy mai világban, 21. században. Hát bocsánatot kérek, ki a csodát foglalkoztat ez a kérdés, hogy üdvösség? Ugye? Szóval most az üdvösség mint probléma, tetszik érteni? Próbáljuk magunkat elképzelni a 16. században, ahogy a reformációnak, nem csak a reformációnak, a kornak ez volt az egyik alapkérdése, hogy hogyan lehet üdvösséget nyerni. És igazából ezen robbant ki a reformáció, hogyan lehet üdvösséget nyerni. A 16. századot úgy kell elképzelnünk egyébként, hogy abban a korban még mindenki keresztjén volt. Mindenki keresztjén volt. Tehát nem arról van szó, mint a mai világban, hogy van a kereszténység, az egyházias kereszténység mondjuk, amelyik ugye kisebbségben van ma már, hiszen az emberek töredéke jár már templomba, vagy az emberek töredéke egyháztag. Aztán vannak kulturális értelembe vett keresztjének, ugye, akik keresztjének vannak magukat, de már nem járnak templomba, ugye, legfeljebb karácsonykor, meg legfeljebb megkereszteltetik a gyereket, mert az unoka, vagy a nagymama nyomására meg kell keresztelni a gyereket, ugye. De a 16. században még az egész társadalom keresztjén volt, ugye, hát az egész Európa keresztjén volt, ugye, és akkor nem az volt a kérdés, figyeljük, akkor nem az volt a kérdés, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Cikertem? Akkor az volt a kérdés, hogy milyen az Isten, és hogyan lehet az Isten közelébe jutni, és vajon az egyház, hogyan tudja az embereket üdvösségre vezetni? Ez volt az alapkérdés. Ugye ez volt az alapkérdés, és erre próbáltak meg válaszolni a reformátorok is, és azt a választ adták a Szentírás alapján, hogy egyedül Isten kegyelméből lehet ő hozzá közel jutni. Na most, de menjünk még tovább. Mi az a szó, hogy üdvösség? Meg lehet ezt fogni? Na most egy mai járókelőt az utcán megkérdeznék, hogy drága testvérem, nagyon szeretlek én téged, figyelj, szerinted mi az, hogy üdvösség? Tehát ez egy olyan szó, amelyet ma nem lehet megérteni, illetve hát egyébként a kereszténységnek a legtöbb alapszava olyan szó, amelyet ma nem lehet megérteni. Mi az, hogy megváltás? De azt mondanám valakinek, hogy drága testvérem, a te életed meg van váltva. De nézd ki a fejéből, és nem értené magát a szót. Ugye? Tehát annyira megváltozott a mi korunk mára, ugye hát ez a szekularizáció eredménye, hogy egész egyszerűen alapszavakat nem értenek az emberek. De az, hogy üdvösség, fordítsuk le magyarra, az azt jelenti, hogy az ember keresi az életének a végső értelmét és a tartalmát. Nem? Tehát az üdvösség az valami összefoglaló valami, az emberi életnek a végső célja. És ugye abban megegyeztek a 16. században, és ebben nem volt vita,
hogy az emberi élet végső célja és rendeltetése az üdvösség szóval fejezhető ki, vagyis az Istennel való teljes és totális közösség. Ez az emberi élet végső célja. Az a meggyőződés, hogy az embernek rendeltetése van, az emberi életnek rendeltetése van, ami túlmutat ezen az evilági földi életen. Az? És ez a rendeltetés ebben a szóban foglalható össze, hogy üdvösség. Most kérem szépen, ebben megegyeztek. Hát ebben nem volt vita. A vita abban volt, hogy vajon ez hogyan lehet elérni? Hogyan lehet elérni? Hogyan üdvözülhetek? Mert az emberi életnek van egy végső célja. Hogyan üdvözülhetek? Ez a végső cél. Na most ugye, ha összehasonlítjuk ezt a mai korunkkal, hogy gondolkodik egy mai ember? Hát úgy gondolkodik, hogy ebben az evilági koordináta rendszerben gondolkodik. Mit tudom én? Legyek egészséges. Igaz? Legyek egészséges. Éljek viszonylag anyagi biztonságban, teszem azt. Legyen a gyerekem sikeres. Az unokáim is. Érted? Ebben a, mit tudom én, 60-80 esztendőben gondolkodik a mai ember. És nem gondolkodik ezen túl. És nem gondolja azt, hogy az emberi életnek valamiféle a földi életen túli rendeltetése és célja lenne. Amikor azt mondom, hogy üdvösség, ezzel a szóval azt mondom ki, hogy az emberi életnek a földi életen túl is valamiféle örök rendeltetése van. Valamiféle célja van, ami túlmutat ezen az életen, és túlmutat még a halálon is. Ne? Na most ez egy alapvető különbség. Na ezért van az, hogy a mai ember igazából a halál kérdésével nem tud mit kezdeni. Hát figyeljük meg. Tehát a halál kérdésével a mai ember nem tud mit kezdeni, mert nem tud az életen túl gondolkodni, meg nem gondolja azt, hogy az életen túl, ezen a itteni életen túl, az emberi életnek bármiféle értelme és célja lenne. Nem? Na most ez egy alapvető különbség. Egy alapvető különbség. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szól a grácia, egyedül kegyelemből van üdvösség, ezzel egy nagyon fontos dolgot mondunk ki, azt a meggyőződésünket, hogy az emberi életnek Istentől rendelt célja van. Istentől rendelt célja van, ami túlmutat az emberi életem, és ezt egyetlen szóval, az üdvösség szóval nagyon pontosan ki tudjuk fejezni, és ezért ez a szó nélkülözhetetlen. A reformációnak ez volt a központi kérdése, Luthernek ugye, hogy hogyan nyerhetek üdvösséget, és abban mindenki megegyezett abban a korban, katolikus, református, evangélikus, ha bár akkor még ezeket nem lehetett így külön választani, tehát mindenki megegyezett abban, hogy ez a központi kérdés, hogyan nyerhetek üdvösséget, és hogyan kerülhetem el a kárhozatot. Most ezek a fogalmak már teljességgel kivesztek. Amit akarok mondani, drága testvéreim, hogy ne dőljük be ennek a mai kornak. Tehát a mai kor gondolkodása, általános eszmeisége gondolkodása, az nagyon nagy befolyással van a keresztényekre is, és könnyen elhitetheti velünk ez a mai kor, hogy azok a régi alapkérdések ma már nem kérdések. Tehát mivel foglalkozik a mai korszellem? Gazdasági kérdések, igaz? Jövőre hogy alakul a GDP? Teszem azt, ugye? Tudom én. Mi lesz ezzel az európai helyzettel itt? Stb. Ugye? Egyéni életünkben is mivel foglalkozunk? Hát ilyen fontos kérdésekkel, tehát ezt nem akarom mellőzni. Ezek fontos kérdés, hogyan boldogulhatok az életben, igaz? Hogyan biztosíthatok magamnak viszonylagos stabilitást az életemben, stb. Ezek fontos kérdések, de vannak mégis alapvető kérdések, és ezek a kérdések magával az ember léttel függjenek össze, az ember léttel.
Volt egy nagy filozófus a 20. században, úgy hívták, hogy Martin Heidegger, ha valaki hallotta a nevét, azt mondta, hogy a 20. századra tudják, mi a jellemző? Létfelejtés. Magyarán, hogy az emberi lét alapvető kérdéseiről elfelejtettünk gondolkodni. Nem foglalkozunk vele. Azért, mert jött ez a technológiai forradalom, meg minden, és elhitette velük, hogy ezek az emberi élet alapvető problémájára válaszokat tudnak adni. És tényleg egy olyan illúzió keletkezett, hogy az emberi élet problémája, ugye, már meg van oldva. Hát kérem szépen, semmi sincs megoldva. Magyarán nincs megoldva az a kérdés, hogy mi az emberi élet értelme. Nincs megoldva, mi az emberi élet legnagyobb kérdése? Hát a halál. Jó reggelt kívánok, igen, a halál. Nem véletlen, hogy a mai kor nem foglalkozik vele, mert ugye nem tud vele mit kezdeni. Ugye élj egészséges életet, fitness, ez, hogy hívják ezeket a spa, hogy mondják ezt magyarul? Wellness, meg minden. És akkor majd a fejfádra az lesz kiírva, hogy jó egészségi állapotnak örvendve hújt el. Szóval tetszik érteni, tehát alapvető kérdésekkel nem foglalkozik a mai ember, és az alapvető kérdés az mindig ugyanaz, az emberi élet rendeltetése, nem? Az emberi élet végső célja, akkor hogy is áll a dolog ezzel az elmúlással, ezzel a halállal, efféle kérdések. És ezek a kérdések nincsenek megoldva, csak a mai ember úgy tesz, mintha meg lennének oldva. Ez egy ilyen mintha társadalom, az egész európai, meg ez a nyugati civilizált világ, oda nyomják a gyerek kezébe a mobiltelefon, meg leültetik a számítógép elé, és akkor azt mondják neki, hogy na most bambulj bele. És ugye, akkor már megvan oldva az életed nagy problémája. Hát ugye semmi sincs megoldva, ezért mondom azt, hogy ne jöjjünk be annak, hogy a mai kor ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik. El fog múlni a mai kor is. Higgyük el, ez egy olyan, a történelem ez mindig ilyen, hogy vannak ilyen hullámok benne, most épp egy olyan korban élünk, amikor a hitetlenség vált természetes gondolkodás formává. Ez a korszellem. Na most a kereszténység egy roppant nyomás alatt van, a kereszténység, mert egy olyan korszellemben él, amely úgy állítja be a kereszténységet, mint valamiféle illúziót vagy mítoszt. A korszellemről tudják, mit mondott Kierkegaard? Egy nagyon híres dán filozófus. Aki a korszellemmel köt házasságot, hamar megözvegyül. Mert ezek elmúlnak. Tudnék, az emberi élet kérdése az megmaradt. Na most ezt csak azért hoztam elő, ugye, hogy szól a grácia, most mitől izgalmas ez a kérdés? Hát azon izgalmas ez a kérdés, mert ez a kérdés ma is aktuális. Ugyanis semmi nem lett megoldva. Nem szabad bedőlni annak, hogy a mai ember már mindent tud. Semmit nem tudunk. Kérem szépen, semmit nem tudunk. Jó. Ez volt a bevezető rész tulajdonképpen. Most akkor térjünk rá arra, hogy kegyelem. Na most mit jelent az, hogy egyedül kegyelemből? Hát először is nézzük meg magát a szót, hogy kegyelem, grácia. Most mi az, hogy kegyelem? Ugyanaz, amit a köznapi életben is jelent, ezt használjuk ma is. Ugye kegyelem az azt jelenti, hogy egy olyan aktus, amikor megkegyelmezünk valakinek. Gaz? Megkegyelmezünk valakinek, például nem rújunk ki rá a megérdemelt büntetését. Ugye a mai nap is a köztársasági elnök is kegyelmet tud hirdetni, és akkor eldöntheti, hogy teszem azt, egy nem tudom mennyi ideig börtönbe zárt ember, kiszabadulhat-e vagy nem, vagy a halálbüntetés alól valaki fölmentést kaphat-e vagy sem, ha már itt halálbüntetés ugye nincsen, Amerikában még van. Tehát a kegyelem azt jelenti a általánosságban, amit a mai ember ért a kegyelem szó alatt. Tehát felmentés.
Na de hát itt van a következő probléma, hogy hát miért kell az embert kegyelemben részesíteni? Miért kell az embert kegyelemben részesíteni? Na igen ám, a bűnei miatt természetesen mi mondjuk, bibliás emberek mi mondjuk, hogy a bűnei miatt az, azért, mert az ember bűnös. Na de hát ez megint, hát mondjuk ezt a mai korban egy mai embernek, hogy az ember bűnös, ezt úgy fogják érteni, hogy, kérem szépen, én nem vagyok bűnös. Nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, tisztességes emberi életet éltem, ugyan már miért lennék én bűnös? Igaz? A kereszténység ma nagyon gyakran megkapja kívülállók részéről, hogy a kereszténységnek az a baja, hogy mindenkit bűnözőnek lát. Ugyan már, szó nincs ilyesmiről. Nem erről van szó, hogy a kereszténység azt mondja, hogy mindenki bűnöző, hanem amikor azt mondjuk, hogy az ember bűnös, ezzel azt mondjuk, hogy az ember erkölcsileg elégtelen lény. Erkölcsileg elégtelen lény, és nem képes Isten akaratának megfelelni. Na de, ugye itt megjön az a kérdés, mi az, hogy erkölcsileg elégtelen lény? Hát jobb vagyok, mint a Józsi, nem? Te most kérem szépen! Tehát én azt látom, hogy mennyi bűn van ebben a világban, meg minden, meg mennyi tökéletlen idióta vesz körül engem. Hát, tehát a viszonyítási pont. Tehát mihez képest vagyok én bűnös a szomszédomhoz képest? Ne vettessük már ki magunkat. Istenhez képest. Istenhez képest. Emlékeznek a gazdag ifjú történetére? Ugye? Gazdag ifjú történetére? Nem most a Bibliának fel lehetne olvasni, hogy amikor a gazdag ifjú azt mondja, hogy minden parancsolatot teljesítettem itt, stb. És akkor a Jézus azt mondja neki, add el minden vagyonodat, stb. Mire a gazdag ifjú azt mondja, hogy jó mester, mire Jézus úgy válaszol, hogy egyedül csak az Isten jó. Most kérem szépen, amikor az ember az egyetlen jóhoz méri önmagát, már pedig ez az egyetlen jó Isten, az, akkor kész vége. Akkor mindenki bűnös. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bűn, ezzel egyszerűen azt akarjuk kifejezni, hogy az ember nem képes megfelelni Isten akaratának, magyarán nem képes betölteni Istentől kapott rendeltetését. Az ember tökéletlen, ezért bűnös. Ez nem azt jelenti, még egyszer, hogy ezt hangsúlyozni kell, hogy a kereszténység azt tanítaná, hogy hát mindenki bűnöző. Tehát azért azt nem, ezt nem mondjuk, vagy azt sem mondjuk, hogy mindenki egyformán bűnös. Ezt sem mondjuk, hanem az üdvösség felől nézve, nincs tökéletes ember, hanem mindenki bűnöző. Mert különben egyébként valóban nem szabad egyenlőség jelet tenni az emberek közé. Hát azért egy Hitler mégsem azonos egy tisztességes állampolgárral, hát nem. Tetszik érteni, hanem arról van szó, hogy az üdvösség felől nézve a bűn az egyetemleges, nincs egyetlen tökéletes ember sem, és senki sem tud megfelelni az egyetlen jónak, Istennek. De tudják mit? Vegyük ki ezt a bűnszót, tegyük félre. Mondjuk helyette azt, hogy a rossz. Szeretném megkérdezni tisztelettel bárkitől, kin a világban is, hogy lehet-e tagadni a rossz egyetemes létezését? Nem kell ez Biblia, nem kell semmi.
Lehet-e tagadni a rossz egyetemes létezését? Miben jelenik meg a rossz? Talán a fában? Vagy az állatokban? Vagy a kövekben? Az ember gondolkodásában. Hát miben jelenik meg a rossz? Hát kérem szépen az emberben! Az emberben! Ezt minden ember tudja, amikor a másik emberről van szó. Hát nem? Tehát mi olyan fantasztikus erkölcsi ítélő képességgel rendelkezünk, hogy a másikról rögtön megmondjuk, hogy mi benne rossz. Hát valami pillanatban. Megmondjuk más népekben is, hogy mi a rossz. Mind, tudjuk. Hát persze, én sem vagyok kivétel. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor itt vitatkoznak a kereszténységgel, hogy mi az, hogy bűn, meg emberi bűn, meg hogy lehet ilyen szavakat használni, akkor mondom, helyettesítsük, és mondjuk azt, hogy a rossz, az egyetemes rossz. És ezt egyszer nem lehet tagadni. Volt olyan idea, a felvilágosodásban volt egy ilyen idea, hogy az ember tulajdonképpen jó, csak a külső körülményei elrontják. És az ember nevelhető. Hát tetszenek emlékezni, mert én a szocializmusban éltem nagy életemet, életemnek a jelentős részét pontosan tudom. Ugye, volt egy ilyen eszme, hogy az ember jó. Ma is hallják sokan, hogy az ember tulajdonképpen jó, csak a körülmények rontják el. Tehát a körülményeket kell megváltoztatni, a külső körülményeket, egészségügy, mit tudom én, oktatás, gazdasági helyzet, és amikor a külső körülmények majd megváltoznak, akkor majd az ember jó lesz. Csak azt nem tudom, a külső körülményeket kiteremti. Tetszik érteni? Hát ki? Hát most, ugye, tehát döbbenetes, hogy van két véglet. Egyrészt van egy tényleg fantasztikus technológiai fejlődés. Hát kérem szépen, ugye, én már öreg ember vagyok, 63 éves. Gimnazista voltam, amikor életemben először telefonáltam, így ilyen utcai telefonról, tudják, az a helyzet. Emlékszem arra az időre, hogy vidékről a Pestre akartunk telefonálni, fél napot kellett várni. Most még itt van ez, ahogy nevezik. Ez az izé, ennek már lelke van, nem ám csak olyan telefon, de lelke van neki. És hogyha nincs a zsebemben, már rosszul érzem magamat, mert akkor már úgy érzem, hogy el vagyok zárva a világtól. Tehát van egy ilyen óriási technológiai fejlődés, kommunikációban, egészségtudomány, orvostudományban, sok mindenben, tehát tényleg fantasztikus dolgok vannak, fantasztikus gyógyszerek is vannak, fantasztikus gyógyítási módok is vannak most már, amit korábban el se tudtunk, sok minden van. Tehát van egy illúzió, ugye? Egy illúzió, hogy hát kérem, mi haladunk előre. Igaz? Haladunk előre. De érdekes módon, ha megfigyelték, az emberi természet az valahogy nem változik. De nem. Ezért van az, hogy egy régi görög dráma ma is érthető. Meg a Biblia is mai, több ezer évvel ezelőtt íródott, ma is ért. Hát ugyanazok az indulatok, ugyanazok az érzések, ugyanazok a viszonyulások. Tudják, régen lóháton üldözték az ellenséget, ma meg műholddal. Hát úgy nagyjából ennyi a változás. De nem. Hát igazából ugye egyetlen egy törvény van, ez a háború. Tehát ami állandó, és úgy tűnik, hogy ez nem változik, az emberek közötti háború. Különböző csoportosulások közötti háború. Na most, még hogy nincs egyetemes rossz, hát dehogy nem. Hát folyamatosan. És az egész egyszerűen az, hogy az ember nem tud kilépni a saját önzéséből. A hatalmi vágyából, a befolyásból, a solásból, meg a többi. Na meg kell érti a gyerekeket a homokozóba. Ha egyszer szépen együtt játszanak minden, következő pillanatban úgy egymásra kestek, hogy csak nem. Hát ott van a történelem kicsibe. Hát nem. Hát
Persze, tehát a rossz az benne van az emberben, és igenis létezik egyetemes rossz, és ezt nem tudom kinőni. Tehát az emberi lényeg az, figyeljük meg a történelmet, nem tudok más mondani, figyeljük meg a történelmet, az emberi lényeg az nem változik. Ez nem változik. Csak most már más, tehát kifinomultabb technikák vannak, most már nem kell hadsereg, hogy egy országot tönkretegyük, ugye elég egy tőzsde is hozzá, mit tudom én. Szóval most már nem kell engem léten nyomon követni, hogy hol vagyok, elég egy mobiltelefon, és aki akarja, pontosan megmondja, hogy én most a Fonyód, Bartók Béla utca 3 szám alatt vagyok, nem kell fölvenni a televízióra, mert itt van rajta, pontosan lehet tudni, mindenki nyilván van tartva, elég bejelentkezni a Facebookra, és pontosan lehet tudni, hogy kinek milyen kapcsolatrendszere van, mit szeret és mit utál, tehát nem. Tehát akkor miről beszélünk? Na, szóval az emberi lényeg az nem változik, kérem szépen. Állandó háborúskodás. Ezt már Hélaroidosz megmondta. A háború lelke mindennek. Csoportok. Most is megy a küzdelem, hát Európa meg harc szintén, hát ezt látjuk, nem? De ez egy másik téma. Na, tehát a bűn, csak ezt azért mondtam el így, hogy így már teljességgel érthetőbb, mi az, hogy bűn, ha azt mondjuk, hogy te figyelj, nem látod a világban a rosszat? Hát aki nem látja, arra nem tud mit mondani. Nem? Tehát ez nem is semmi, csak Biblia se kell hozzá. Ennyi. Na, szóval az alapkérdés, hogy ha ez így van, akkor hogyan feleltek meg Isten akaratának? Ha ennyire jelen van a rossz, egyetemesen a bűn, és én magam is ebben benne vagyok, részese vagyok ennek, és fönntartom, nem? Benne vagyok. Akkor most mi lesz? Na most, akinek ez nem kérdés, hogy hogyan felelhetek meg Istennek, annak a kereszténység nem tud mit mondani. Tehát akinek ilyen alapkérdései nincsenek, annak a kereszténység nem tud mit mondani, mert a kereszténység válasz arra az alapvető és gyötrő kérdése, hogy hogyan lehetek Isten szerint ember. Na most ezért van az, hogy a kereszténység ma nagyon keveseket tud megszólítani. És ilyenkor sokszor azt mondják, hogy hát mert a kereszténység béna. Mert ez a gagyi tévéműsor az aztán jó ám. Milliókat hülyítenek, az jó ám. Micsoda tartalmatlan, micsoda idióta műsorok mennek néha. És milliók nézik. Nem is a dolgok. De ne most komolyan. Van rá vevő. Hát hogyne, van rá vevő, mert levitték a szintet, egy alapvető primitivitásból, ezt kell, hogy mondjam, nem most nem akarok általánosan a tévéről beszélni, de nagyon sok műsor. Levitte a szintet, na most a kereszténység az hogy mondjam csak, gondolkodó embereknek szól. És akkor mondják, hogy lila köd, dehogy is. Hát gondolkodom az életemről, meg keresek valami kapaszkodót, mert tudom, hogy ez így önmagában ez így nagyon kevés. Hát nem? Tehát a kereszténység érzékeny embereknek szól. Hát akit nem érdekel a saját élete, annak a jövője, úgy értem a hosszú távú halálon túli, meg nem érdekelnek a létkérdések alapvetően. Hát most azzal mit lehet kezdeni? Akinek elég egy játékautomata, most azzal így mit kezdjek? Na, szóval hogyan lehetek jó Isten előtt? Hogyan tehetem jóvá Isten előtt a bűnösségemet? Magyarán, hogyan kerülhetem el Istennek az ítéletét? Az ítéletét! Ezt ugye úgy mondták, ez a régi szó, hogy kározat. Kározat. Na most ezek olyan, tényleg olyan régies kifejezések, hogy kározat, ez is, de kérem szépen ebben volt valami ám, hogy hát az embernek volt mitől tartania. Hát ezt kérem, ez, hogy mondjam, az embernek, az ember életnek erkölcsi komolysága volt. Kározat,
Az azt jelenti, hogy felelek azért, amit tettem. Ugye ma mi van? Bármit tehetek, csak ki ne derüljön, drága testvérem, ki ne derüljön. Bármit tehetek, csak jogilag igazolható legyen. Nem az számít, hogy tisztességes-e vagy nem, hanem jogszerű-e vagy sem. Jogszerű-e vagy sem. Amikor azt mondom, hogy kárhozat, ezzel azt akarom mondani, hogy én felelősséggel tartozom, és az Isten ezért engem megítél. Na most milyen ítéletet érdemlek Isten mércéje szerint? Milyen ítéletet? Hát most halál, végeztünk. Nem? Van más ítélet? Kegyelem. Na, az nem ítél, az várjunk még. Tehát most ha tényleg az Isten úgy ítélne meg bennünket, ahogy vagyunk, és következetes lenne, akkor milyen? Mit érdemlek? Halál. Halálos. Megsemmisülést. Na most akkor menjünk tovább, ne csak az egyéni életünkre gondoljunk, hanem erre az egész mindenre. Tehát a Föld, az emberi élet, nap, levegő. Tehát az, hogy ez van, meg hogy még élhetünk, annak ellenére, amilyenek vagyunk, az már önmagában kegyelem. Na miért olyan természetes, hogy minden nap följön a nap? Mert mi gyártottuk, mi? Tehát, hogyan kerülhetem el Isten büntetését, ítéletét? Na használjuk ezt a szót, hogy büntetés, mert megint akkor jönnek majd a pszichológusok, és azt mondják, hogy ez egy rossz kép. Ugye, a rossz apa kép, amikor a gyerek fél az apjától, hogy vigyázz, mert áldá lesz. Rossz apa kép. És a válasz egyszerűen az, hogy sehogy sem. Ugye az Ószövetség úgy válaszolt rá, hogy a törvények betartásával, a törvény az Isten akaratának betartásával. Az Új Szövetségben nyert felismerést az a gondolat, hogy a törvényeket nem lehet betartani. Egyszerűen nem lehet betartani. Most ha törvényeket nem lehet betartani, akkor mi van? Hát akkor ítélet van, igaz? Tehát, és akkor, tehát nem tudok jó lenni. Nem tudok annyira jó lenni, hogy az Úristen azt mondaná nekem, hogy na jól van, drága gyerekem, te annyira jó gyerek vagy, te tényleg, annyira szép szemed van, meg van jó kis hajad van, meg minden, meg olyan kis tehetséges vagy, hogy te is a szerelmes vagyok beléd, és ezért én felmentelek téged, mert te egy olyan tökéletes ember vagy. Na, tehát Isten szerint halált érdemelni. Bűnt, kározatot és halált érdemlek. Hol mondjuk ezt? Mi reformátusok? Igen. Meg az udvosra egy liturgiában is. Így van. Soha nem lehetek jó, mert egyedül csak Isten a jó. Ezért van szükség, mire? Megváltásra. Most ez is olyan, figyelj, megváltás. A megváltás azt jelenti, hogy a büntetést nem kell megszenvednem, mert valaki kivált engem ebből. Megvált engem. Na most a megváltásnak épp az az értelme, egy kicsit brutálisan fogom mondani, de hogy értsék, hát kérem, nincs megoldás. Ugye az ember úgy gondolkodik, hogy majd holnap. Igaz, majd holnap. Szabadság, egyenlőség, testvériség, minden. Hogy megyünk, gyerekek, előre, hajrá, majd holnap. Nem erről szól az emberi történet. Majd holnap mi megteremtjük az Isten országát. Ja. Ja.
Nem tudom, hát ami történelem, emberi történelmet ismerünk, azért már ismerünk valamennyicskét, nagyon keveset, de mondjuk 3-4 ezer évet, hát többet. Nem tudom, hát láttak megoldást. Hát, van megoldás. Tehát az a döbbenetes, hogy itt van az ember, de abszolút tehetséges, tényleg. Agya van, szelleme van, gondolkodni tud, minden, de valahogy mégis az van, hogy nincs megoldás. Hát ugye az nem megoldás, hogy én ülök a tengerparton, a tengerparti villámba, nézem a vizet, ugye, minden, elmerengek, és közben azt a kávét iszom, amit rabszolgák termeltek meg valahol meg, nem tudom, hogy a világnak, amely tetszik érteni. Tehát globális megoldás. Hát nincs megoldás. Ha lenne megoldás, ugye miért lenne szükség megváltásra? Drága testvéreim, ezt azért fontos elmondanom, mert van egy óriási félreértés. Az óriási félreértés valahogy abban áll, hogy a kereszténység tulajdonképpen a világ megjobbítására törekszik. Tetszik érteni? Ha mi vagyunk mi párt, kérem szépen, ez a humanizmus. Tehát, hogy igyekezzünk testvér, adjunk bele mindent, jobbítsuk meg a világot. Jól értsék el, amit mondok, mert könnyen félreérthető. De akkor még kell megváltás? A kereszténység nem egy humanista mozgalom. Félreértés ne essék. A kereszténység arról szól, hogy az egész világ úgy, ahogy van, megoldhatatlan emberi erő által. Ha megoldható lenne, ugyan miért lenne szükség Krisztusra? Megváltás. Megváltás. Az Úr Jézus Krisztus meghalt élet, megváltott bennünket, aminek az az értelme, hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, nem kell meghalnunk. És részt vehetünk valóban Isten jobbá tevő munkájába. De nem az önerőből, nem azért, mert mi jó emberek vagyunk, nem azért. Nagy különbség. Az Úristen egyedül Jézus Krisztus érdemére való tekintettel, egyedül, nagyon hangsúlyos, egyedül Jézus Krisztus érdemére való tekintettel megkegyelmez nekünk. Mit jelent ez? Mi nem működünk közre a kegyelem megszerzésében. Semmit. Ez a reformátori felismerés, hanem az Úristennek úgy tetszett, hogy Jézus Krisztus érdemére tekintettel megkegyelmez nekünk. Tehát magyarán ezt úgy is mondhatom, és az egy alapvető különbség a katolikus meg a protestáns felfogás között, hogy az Úristen nem lehet üzletelni. Na most figyelj, ha elmondok 15 mi atyánkot, jó lesz? Kevés, mondjál 150-et, az már jó. Nem így működik. Nem lehet az Úristennek a kegyelmét kierőszakolni. Nem lehet őt zsarolni. Tetszik érteni, hogy most én valami jót teszek, és majd az Úristen ezt nekem beszámítja. És akkor majd, ha az Úristen beszámítja, akkor nincs ilyen. Tehát a sola gratia azt jelenti, hogy nem tudok közreműködni a saját üdvösségem megszerzésében. Ezt jelenti. Nem tudok közreműködni a saját üdvösségem megszerzésében. Egyedül az Úristen könyörülhet rajtam. Na most itt érkeztünk el, főleg a Calvini alaptanítás legfontosabb pontjához,
hogy mit fejezesz ki, az Úristennek a szuverenitását, az ő abszolút hatalmát. Szuverén az azt jelenti, hogy nem lehet befolyásolni. Szuverén. És a kálvini ág, a református ág erre nagyon nagy hangsúlyt tett, és főleg Calvin, hogy az Úristen az egy abszolút szuverén úr. Tehát nem lehet vele üzletet kötni az üdvössége megszerzésében, nem lehet vele üzletet kötni. Nem azért könyörül rajtam, mert én igyekszem meg, mert én jó vagyok, mert hiszen soha nem lehetek annyira jó, hogy az Úristen ezt nekem be tudja számolni. Nem, soha. Van egy, főleg a reformátusoknak egy alapigéjük, ami ezt nagyon jól kifejezi, ami úgy hangzik a Róma 9.16-ból, hogy mindenki ismeri, nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez hihetetlen mély mondat, nem? Nem azért, aki akarja, sem micsoda, hát tudjuk az Úristenek a kegyelme. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kérem szépen, lehet akarni, lehet futni. Erre szól az egész élet is egyébként. Tehát ugye, hogy megyünk, ugye? És akkor nyomatjuk. Ugye a világban van egy szó, ugye a siker. Na most ezt a szót a Biblia nem ismeri, a Biblia egy szót ismer, áldás. Tehát nagy különbség van a kettő közt. Ugye? Most ez a mai gondolkodás, ez abszolút sikerorientált, ugye? Siker, verseny, ugye? Hát a verseny. Ugye? És de dolog nem ez a lényege, hanem valóban az áldás. Tehát az Istennel való közösség az valami másik gondol el, és nem azért, aki akar, és nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. És hozta még egy ígért, tehát hogy az nem csak egy teória, amit ugye mi mondunk, hogy Istennek a szuverenitása, hanem van egy döbbenetesége, 2 Mózes 33.19. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Na most erre kössünk csomót. Hát micsoda? Hogy van ez? Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. A mai ember azt mondja, hogy az ember, na most te hogy jössz te, ez Isten? Hát úgy jön hozzá, hogy ő az Isten. Hát ilyen egyszerű. Tetszik érteni? Tehát az Istennek a szuverenitása az valami egészen, hogy mondjam, különleges dolog, az Isten, az ember meg ember. Ha ezt, vagy figyeljünk ide, ha ezt nem fogjuk föl, mennyi mondhatom én ezt? Hogy az Isten, figyeljünk ide, az Isten, az ember meg ember. Ez nagyon fontos, mert a mai embernek ugye az Istentől azt várja el, hogy az Úristen legyen ilyen, olyan, amolyan, tatatata. Tehát, hogy az Isten legyen igazságos a mi mércénk szerint. De hogy van az, hogy igazságos a mi mércénk szerint? Hát azt a szemétládát büntessen meg. De hogy van az, hogy egyszer a hívő beteg? Hogy van az, hogy katasztrófák történnek? Hogy van az, hogy érthetetlen dolgok, tragédiák történnek ebben a világban? Most akkor mi van? Olvasták a Jobb könyvét? Ajánlom, sok szeretettel mindenkinek. Tehát hogy mondjam, az Isten, az ember meg ember. Magyarán nem lehet emberi ésszel megmagyarázni, hogy miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek. Most a jóra és a rosszra gondolok, a tragédiákra gondolok, stb. Gondolok. Hanem? Hát akkor minden hitetlennek itten vergődnie kellene a szenvedéstől, hogy meg kellene döglenie egytől egyik mindegyiknek. Aztán helyette meg ugye én szenvedek. Hát ez most akkor mi van, hol van, mi van az Istennel? Alszik, vagy mit csinál? Ugye ezek a mai embernek a kérdése, igaz? Hogy most akkor... Kérem szépen, titok! Hát egyszerre értsük meg, hogy az Isten, az ember meg ember, az Isten abszolút azt megmondja, hogy túl van az emberi értelme, egyszerűen túl van, titok. Egyet tudok csinálni, mit tudok csinálni? Leborulok előtte az ő hatalma előtt. És meglátom benne az ő dicsőségét, az ő hatalma. Egyszerűen, értik? Tehát nincs más. Mert az Isten. Na most, hát, könnyű
írok, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek én rukamozok. Mit tudsz erre mondani? Hát semmit. Legyen meg a te akaratod. Végeztünk, pont. Nincs több. Ha most ugye, ha már így van, hogy egyedül kegyelemből, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell jónak lenni. Nem? Hát jön a logikus kérdés, nem? Mert az ember az egy fikás kis izéje, nem tudják, az ember az elérni. Nagyon mindent, nem mindent meg tud magyarázni, főleg ha az érdekei úgy kívánják, igaz? Tehát akkor most nem kell jónak lenni, mert úgyis kegyelemből van. Dehogy is! Dehogy is! Tehát ebben nem valamiféle, hogy mondjam, nem valamiféle fatalizmus van. Fatalizmus ugye, hogy fátum. Hogy az emberi életben a sors, a vaksors uralkodik, igaz? És teljesen mindegy, hogy csinálunk-e valamit, vagy nem csinálunk, hát úgyis. Ha majd az Isten akkor majd ugye, majd. Az Isten felől nézve, valóban az Isten dönt, de az ember felől nézve ez mégsem így van. Hanem az ember, hogy mondjam, rábízza magát Isten végtelen és szuverén hatalmára, és teszi a dolgát. És itt érkeztünk el a Calvin tanítás megint, aki már nem csak Calvin, de mégis, aki a legjobban hangsúlyozta, kérem szépen ez a titokzatos, irracionális dolog, hogy predestináció. Na most itt van a dolognak a veleje. Predestináció. Hú. Hát persze. Na most ez fog föl, erős csomót. Bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, de itt van a dolognak a lényege. Isten istensége az egy szuverén hatalma, hogy kegyelemből és lélek által, hogy én nem tudok akarattal hívő lenni, meg nem tudok akarattal engedelmes lenni, meg nem tudok akarattal jó lenni. Hát mindent az Úristen idéz elő, és minden az ő hatalmában van. Az ő akarat egyébként egy hajszál sem esetik le fejemről. De ez azt jelenti, hogy most akkor üljek le, azt nézzek ki a fejemből, vagy mi legyen? Menjek el munkanélküli segélyért, vagy hogy? Drága testvére, csodálatos módon épp ebből következik a protestáns öntudat. Hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut a könnyű Istené. Hogy van az, hogy ott van a szuverén Isten, akitől minden származik, és engem az nem tehetetlenségre ítél, hanem sokkal inkább megerősít emberi hivatásomban, és önállóságra nevel. De nem. Ha, ez az óriási dolgám. Na most, ez a titok. Na most, én nem csodálom, hogy a kereszténységben sokaknak nehéz. Hát ez egyáltalán nem egy könnyű olvasmány, meg egyáltalán ezeket a dolgokat megérteni. Igen. Egyedül kegyelemből, mert az Úristen megkegyelmezett nekem, elfogadott engem, és ez alapozza meg az én emberi öntudatomat. Bizony. Az emberi öntudatomat, az emberi integritásomat, azt, hogy megálljak az életben, tegyem a dolgomat, és hiszem azt, hogy az Úristen megkönnyörül rajtam, és áldott élettel ajándékoz meg, bármi is történik az életemben. Tudják mi ebbe a poén? Nem a körülményektől teszem függővé az életem végső alakulását és az üdvösség kérdést. Nem attól teszem függővé. Hát, hogyha majd a holnap úgy lesz, akkor, és akkor minden meg fog változni. Dehogyis. Nem a körülményektől teszem függővé az én egyéni sorsomnak az alakulását, hanem tudom, hogy az egész életem az Úristen megtartó gondviselésében van. Hát, ez a kegyelem. Ez nem, hogy vak megadás a sorsnak, a vak sorsnak, tehetetlenség, hanem sokkal inkább erő és önbizalom, jól értsük, ugye, tartás, integritás, öntudat. Hát, szerintem ez örömhír ma is. Ugye csak nem kell belőle dogmát csinálni, meg nem tudom milyen száraz tanítást, hanem látni kell, hogy az élet alapvető kérdései, azok ma is kérdések, és igenis a Szentírás válaszol rá. Még egyetlen egy dolgot hadd mondjak el a végén, ha már itt Európában vagyunk, és beszélünk migrációról, meg erről, arról, meg más vallásokról. Drága testvéreim, ne feledjék, hogy Solus Christus.
Egyedül Jézus Krisztus által van üdvösség. Tudják, hogy ennek milyen éle van a mai Európában? Gondoljanak bele, amikor egy más világvallással ütközünk. Hoppá! Ez egy külön téma, de ezt csak így a végére hagytam, hogy erősödjünk meg a keresztény öntudatunkba. Jó? Legyünk tudatos keresztények. Vállaljuk, vállaljuk, vállaljuk. Mert az Úristen valami nagyon fontos dolgot adott nekünk, és ez pedig az igazság. Az igazság, kérem szépen. Emberi életről és halálról. Köszönöm szépen.